Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben én megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Győzelemmel zárta az alapszakaszt a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Több mint 70 elismerést adtak át a Nyíregyházi Sportgálán. Az elmúlt naptári év legjobbjai díjazta az MLS Vármegyei Igazgatósága. Ismét futottak a nyuszival a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban. Győzelemmel zárta az alapszakaszt a Hübner Nyíregyháza a Blue Sharks. A kék cápák az NBB piros csoportjának 26. fordulójában a TF Budapest csapatát fogadták, és 71-65-re megnyerték a mérkőzést. Ezt a meccs bebizonyított, mennyi ez fontos a magyar fiatal játékos szabály. Nem ezért, mert egyik jó játszik, másik rosszabb. Szerkezetileg, mikor baj van, nem lehet váltani. Nagyon tudtok, hogy a végső Bálint az első számú, és pont ilyen poszton, ami erre meccsnek kell. Elején nagyon szépen játszottunk, úgy, ahogy kell rájátszásból játszani, de szerintem most olyan, mióta nyertünk 10-szor, olyan másképp ez, mikor játszunk egy ilyen csapat ellen, kötelező nyerni, és kötelező jó játszani, és mint a Miskolc, a Hornets pont, TF ez egy jó csapat, bebizonyítod, hogy a rájátszásban van. Ezt a csapat nagyon kellemetlen szerkezetre játszunk. Megoldottuk elején az, amit probléma volt Andát és a magasságát, de még mindig mi ez a csapat vagyunk, aki te legjobban tudott, akinek a szerkezeti probléma volt szezon elején, megoldottunk, nyertünk, rájátszásban vagyunk, sajnos ma kaptunk, nem sajnos lesz, mi lesz, csak mondtam, sokkal jobb lett volna, vagy Vásárs, vagy Pécs, de van 10 nap, keményen fogunk készülni, minden vagy semmi, szerintem jó lesz. Rosszul kezdte a TF a mérkőzést, amiből aztán sikerült egy egylabdás meccset csinálni, mégis úgy tűnik, hogy az eleje sokba került. Hogyan láttad ezt a mai mérkőzést? Úgy érkeztünk meg Nyíregyházára, hogy szeretnénk a 6. helyet megszerezni, ugye ez csak győzelemmel lehetett. Ehhez képest meghoztuk meg a nyuszit úgy gondolom Nyíregyházára egy 20 pontos előnnyel. Onnantól kezdve viszont 3-4-et tudtunk nyerni, úgy nehéz ugye mérkőzést nyerni, hogy 17 rádobással több van a csapatnak, mert engedtünk 24 támadó lepattanót a Nyíregyházának. Szerintem egy nagyon küzdős, férfias mérkőzést látott, aki kilátogatott így húsvét vasárnap. Nem feltétlenül a pontdobás miatt, de egy férfias mérkőzést sikerült játszanunk, amit, ahogy mondtad is, hogy sikerült visszajönni egy labdásra. Sajnos akkor már tudtuk, hogy vajátően a Fót megveri a Miskolcot és 8-ba vagyunk. Egy kicsit a teher hamarabb lejöhetett volna rólunk, és akkor talán másképp alok a mérkőzés, de azt gondolom nekünk az volt a fontos, hogy 8-ba tudjunk jutni. Ez sikerült, gratulálok a fiútnak, sok sikert kívánok a Nyíregyházának a 8 között. Ha lehet, akkor még 4 között akár találkozhatunk is. Nagyon jó a kezdett a Nyíregyháza, hamar meg lett egy 20 pontos előny, a végére aztán mégiscsak izgalmas lett. Hogyan láttad ezt a mérkőzést? De ahogy mondod, tényleg marha jól kezdtünk, aminek körülök, és minden csapatot szerintem ebben a bajnokságban meg tudunk fogni egy ilyen kezdéssel. Csak ahhoz folytatni is kéne, tehát az első negyedben egy pofont lekentük az ellenfélnek, amit utána folyamatosan kaptunk vissza, tehát 3 negyeden keresztül hagytuk őket kapaszkodni, ami most belefért, mert szerencsénk volt, és úgy jött ki, hogy meg tudtuk tartani a TF-et, és be tudtuk húzni ezt a fontos győzelmet, viszont lehet, hogy legközelebb már nem lesz a lehetőségünk, tehát a playoff alatt mindenképpen jobban oda kell tennünk magunkat egész meccsen. A végén hogy sikerült újra erőt meríteni? Mi döntött a legvégén? Hát mindenképpen az, hogy türelemmel és nyugodtan tudtuk kezelni azt, hogy kapaszkodnak folyamatosan, bedobnak olyan triplákat, közeliket, amiket nem dobtak be addig, mi pedig nem találtuk a ritmus támadásba, viszont szép lassan összeszedtük magunkat, és beesett egy-két kosár, és onnantól kezdve pedig rutinból le tudtuk hozni a mérkőzést. Az alapszakasz záró fordulójának további eredményei a következők: Salgótarján-Cegléd 90-99, Újbudamavsz Óbudai Kaszások 98-79, Jászberény Deac 23-80-42, Fót Meavc 96-73, BKG Prima Akadémia Budafok 86-67 és Vasas Akadémia Pécsi VSK 59-65.
Az alapszakaszt a Pécs nyerte 23 győzelemmel és 3 vereséggel. A 12-14-es mutatóval 7. Nyíregyháza a 2. Újbuda Mavsz ellen játszik 2 győzelemig tartó párharcot a legjobb 4 közé kerülésért. Megtartották a nyíregyházi sportgálát a Városházán, több mint 70 elismerést adtak át a hazai és nemzetközi versenyeken sikeresen szereplő sportolóknak, csapatoknak és edzőiknek. Sikeres év áll mögöttünk, 2023-at illetően is, és fontosnak tartjuk, hogy az eredményeket el kell ismerni és meg kell ünnepelni, erről szól ez a sportgála. És hát arról is, hogy ez remélhetőleg biztatást ad arra, hogy ezek az eredmények az idén is jöjjenek majd. És az önkormányzat ezért sokat is tesz, biztosítja az infrastruktúrális lehetőségeket, erről külön lehetne beszélni egy órát, hogy mennyi minden történt, de hát most legutóbb a sportcélú támogatásokat is megemeltük. Ez azt jelenti, hogy 169 pályázatból 156-ot támogatni is tudtunk, és hát nagyon-nagyon komoly eredmények vannak a csapatok, az edzők, a sportolók között. Minden tekintetben korosztályos válogatottaink vannak. Tavaly sporttörténelmet írtunk, amikor az atlétikai VB-n 5 nyíregyházi sportoló volt jelen, a kínai egyetemi világjátékokon jól szerepeltek sportolóink, úgyhogy valóban ez egy sikeres év volt. Januárban volt a Bocskai emlékverseny, azóta éles meccsen emlékét szorítóba. Hogy néz ki ez az időszak, vágod-e már a centit a párizsi indulást illetően? A Bocskai volt az utolsó versenyem, azután egy pici betegség jött közbe, azért kényszerpihenő volt. Aztán most finishbe vagyunk már, ugyanis április 15-én kezdődik az Európa-bajnokság, arra készülünk. Nagyon várom már, hogy újra ringbe léphessek. Aztán ugye a következő állomás nyilván lesz közte kisebb nemzetközi torna, meg felkészítő versenyek, de a nagy állomás, az álmom az olimpia, amit már nagyon várok. Mit lehet tudni az Európa-bajnokságról, mennyire lesz erős a mezőny? Szinte mindig most is erős mezőnyre számolok, szerintem ott lesz mindenki, aki számít. Az olimpián teljesen már a súlycsoportod mezőnye, vagy van még kvalifikációs verseny? Már 16-an ott vagyunk az olimpián, aztán lesz még májusban egy utolsó világkvalifikációs verseny, ott még 4 ember becsatlakozhat hozzánk, aztán 20-an leszünk súlycsoportban. Túl vagyunk az Európa-bajnokságon, ahol egy első helyen szárnyaltad volna túl a legutóbbi második helyet, ami a kvalifikáció szempontjából fontos. 5. helyen végeztél, összességében milyen volt ez az ebély? 5. helyen végeztem, célom az volt persze, hogy aranyjal váltsunk ki az ezüstömöt, mert az egyik Európa-bajnokság számít a kvalifikációba. Ebből a szempontból egy kis izgalom hiányában indultam neki az egész versenynek, mert nem éreztem ezt a igazi nagy drukkot, mert hogy annyira nagy tétje nem volt a versenynek. Nagyon szerettem volna ilyen, mert sajnos ez most nem jött össze. Nem is az én hibám volt többnyire, mert a zsűri az nem nekem kedvezett, de így jártam, mert összességében elégedett vagyok az eredménnyel. Ugye addig, amíg meg nem húzzák a vonalat és hivatalosan ki nem hirdetik, nem lehet azt mondani, hogy biztos párizsi részvevő vagy, de minden emberi számítás szerint ott leszel a paralimpián. Hogy néz ki a felkészülés? Addig ugye van még egy brazíliai világkupa verseny. Igen, még van egy brazil világkupa verseny, majd május vége felé, az még beleszámít a kvalifikációs versenybe. Nekem az úgymond már annyira nem fontos, mert tényleg kvalifikáltam magamat, nagyon valószínű kimondani még nem nagyon merem, majd amikor lezárul, megvan a lista, de jó helyen állok. 2 másodperc nem csak idő, főleg 1 óra 21 perc 42 másodpercet követően, hiszen ennyivel maradtál most az országos bajnoki címről Békés Csabán. Milyen volt a verseny, mi döntött a végén? Felemások az érzéseim, hiszen helyezésben nem helyez vagyok hozzászokva. Itthon 2009 óta ezen a távon én vagyok a magyar bajnok. Most Venyelsány Bence jobb volt 2 másodperccel. Hát a körülmények nem voltak ideálisak, hiszen hatalmas szél volt, és 19 kilométerig én mentem elől, Bence mögöttem jött szélárnyékban. Ez a végén a hajrában úgy gondolom, hogy nagyon sokat számított, hiszen sokkal frissebb volt az utolsó 1 kilométeren. Hát pont ez a 2 másodperc kellett volna nekem is, hogy frissebb legyek. Viszont ez így legalább nagy motivációt ad a jövőre nézve, hogy most már itthon se vehetem félváról az országos bajnokságokat. A másik meg, hogy tudtuk egymást kicsit húzni ezen a versenyen, hiszen ilyen jó időt a Békés Csabi országos bajnokságon még nem gyalogoltam.
Ami azért is fontos, mert az olimpiára így a világranglistán előrébb fogok kerülni, ami a pontokat illeti. Szó volt egy törökországi világkupa versenyről, ahol egy békéscsabai hölgyel indultál, hiszen az olimpián lesz egy úgynevezett mixváltó. Ezzel mi a helyzet? Ez még folyamatban van, ez a szervezés. Barbival már biztos nem tudok indulni, mert őt a héten műtötték. Most Moderász Viktóriával fogok lehet egy párost alkotni, de ez még folyamatban van, ez a törökországi verseny. Alapesetben most arról beszélgették, hogy hogyan sikerült a téli dobó Európa Kupa, viszont arról kell, hogy kérdezzelek, hogyan sikerült a tisztító műtéted utáni rehabilitáció. 6 hete végeztek egy térműtétet nálam, ebből próbálunk ugye most felépülni, minden jó, hogy akkor egy héten belül elkezdtek dobni, egy-két héten belül, és május elején kezdem a versenyzést Németországban, Halléban. Mennyire kerültél hátrányba az olimpiai kvalifikációért folyó versenyben? Mivel a verseny nem volt olyan, ami ranglistára számít, nagy verseny, ezért úgy gondolom, hogy ebben a hátrány nem szenvedtünk. Itt egy pont az a lényeg, hogy maga az erőnlét meg mindent, hogy tudok visszahozni minél hamarabb, de dolgozunk rajta. Az Európa-bajnoki szereplés biztosnak tűnik. Mi az, amit most ki tudsz tűzni, nem is helyezésben, hanem mély terven nyára? 65 méter szerintem az, ami reális. Most ez így télen nagyon jó állapotból lett ez a sérülés. Tehát bent olyan konteremben is olyan edzésmunkát tudtam végezni, amit még eddig nem. Úgyhogy pont lehet azt mondani, hogy a legrosszabbkor érkezett ez a sérülés, de reméljük, hogy az alapok jók, és akkor hamar vissza fog ez jönni. Ilyenkor mentálisan is erősnek kell lenni. Mennyire vagy mentálisan erős, mennyire nézel bizakodva a jövőbe? Mindenképp ugye jól megynek a gyógytornák, inkább visszafele kell fogni, mint hogy azt mondani, hogy menjek edzésre, ebből is vannak még a gondok. Túl hamar szeretnék visszatérni, ami nem biztos, hogy jó, mert ugye rá lehet sérülni, úgyhogy most ez a cél, hogy ezt türelmesen ki kell várni, itt nincs más lehetőség. Az elmúlt naptári év legjobbjait díjazta a Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatósága. A rendezvényen 10-en vehettek át elismerést. 9. alkalommal adjuk oda az elmúlt naptári esztendő legjobbjainak a díjakat. Ugye vannak egyéni díjazottak, akár felnőtt, akár utánpótlás labdarúgó szinten, akár az edzőknél, illetve a játékosoknál, meg van csapat szinten is, ugye a legjobb női, legjobb férfi csapat, és minden évben odaadjuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye labdarúgásáért díjat, valamint a kollégáink közül az aktívák közül is kiválasztunk egy olyan aktívát, aki azért nem csak az elmúlt évben, hanem az elmúlt években nagyon sokat tett hozzá megye labdarúgásáért. Mindig több, majdnem minden kategóriában több és több jelölt merül fel, soha nem egyszerű a döntés, azért szerencsére elég sok csapat van a megyében, elég sok labdarúgóval, edzővel, és azért valljuk be őszintén, minden naptári évben nem csak egy embernek vagy egy csapatnak sikerül jó a szezon vagy a két fél szezon, úgyhogy azért általában nehéz döntések szoktak születni, ez most sem volt másképp, viszont akik megkapták a díjat, ők mindenképpen megérdemlik. Mi a tapasztalat, mennyire van értéke a díjazottak körében ezeknek az elismeréseknek? Én úgy gondolom, hogy van. Tehát az elmúlt évek alapján, a visszajelzések alapján én úgy gondolom, hogy van. Akár a csapatok részéről, akár ugye a labdarúgásban tevékenykedők, a játékosok részéről, és azért ezt ne felejtsük el, hogy az egyik díj átadásánál a megye első osztályú futballedzőket is bevonjuk, ez pedig nem más, mint hogy az év játékvezetője. Itt minden alkalommal ugye azokat az edzőket szoktuk megkeresni, akik az elmúlt naptári évben megyei első osztályú felnőtt csapatnál dolgoztak. Idén is több ilyen edzőt megkerestünk, 19-en tették le voksukat, ugye összesen 3 voksot adhatott le egy edző, és hát a 19 edző összesen 50 voksot adott le, úgyhogy elég sok játékvezetőt jelöltek, nagyon szoros volt egyébként a küzdelem, ha lehet ezt a szót használni, tényleg tehát azért nagyon aktívak voltak az edzők is, és idén is sikerült kiválasztani a legjobb sípost. Lehet azt mondani, akkor futballáz van az országban, ugye a válogatott rendet eltház előtt játszik, készül az Európa-bajnokságra. Ez a hangulat lecsorog valamilyen szinten az alacsonyabb osztályokba is? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát azért azt látjuk, hogy rengeteg megyebeli labdarúgó és szurkoló van ott rendszeresen a Nagypuskás arénában, amikor a válogatott játszik, vagy érdeklődik a válogatott iránt, és természetesen kicsibe ez mindig tükröződik. Jobban szem előtt van a labdarúgás a kisebb településeken is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a válogatott sikere az nagyon fontos amatőr szinten is. Most már húsvét környékén járunk.
minden osztályban elindultak a küzdelmek, zökkenőmentes volt a tavaszi rajt? Mondjuk rá, hogy igen, sajnos volt mind megye másod, mind harmadosztályban egy-egy visszalépő, különösen sajnálatos a Csenger Simáért KHE visszalépése, aki az elmúlt években azért meghatározó szerepet töltött be a megyei másodosztályban, sőt, ne felejtsük el, hogy tavalyi esztendőben megyei kupadöntőt játszott a Kisvárdai Center pályán a Tarpa ellenében, valamint volt utánpótlás szinten is, akár lány, akár fiú szinten is visszalépés a télen, úgyhogy nem mondanám azt, hogy zökkenőmentesen indultunk, de szerencsére minden bajnoki pontvadászatunk elindult. Itt volt a vármegyei szinten egy újszerű kezdeményezés, a mérkőzéseken közreműködők számára tartottatok képzést. Milyen érdeklődés mellett, milyen sikerrel? Első körben mindenképp azt szerettük volna, hogy a vármegyei első osztályban dolgozó főrendezőket szerettük volna egy ilyen pár órás képzésre behívni. Tehát az első körben ugye ez volt a cél, és nyugodtan mondhatom, hogy ugye a 15 vármegyei első osztályú csapat, hiszen a Nyíregyháza Spartakuszt hagyna számoljam ide, tehát a 15 vármegyei első osztályú csapatból 19 személy sportember jött el erre a képzésre. Én azt hiszem, hogy jól sikerült, és szeretnénk ebben a naptári évben a megyei másod-harmadosztályú főrendezőknek is egy pár órás képzést tartani. Igazából ez nem szól másról, mint hogy egy picit úgy az MLS Biztonsági Bizottsága által előadásban elmondani, hogy mire kellene figyelni egy főrendezőnek a megyei osztályba, és egymással tapasztalatokat is cserélnek. Én azt hiszem, hogy elég hasznos volt ez az alkalom. Közgyűlés alelnökeként miért tartja fontosnak, hogy megjelenjen egy-egy ilyen rendezvényen? Azt hiszem, hogy azért a sport az átszövi a mindennapjainkat, és ez így van jól. De nekünk pedig azért külön figyelmet kell fordítani arra, hogyha valaki a sporttal foglalkozik, akár mondjuk szakmai szempontból, vagy akár mondjuk játékosként, sportolóként, akkor azért mindig alkalmakat kell keríteni arra, hogy ezek a elismerések, illetve az a munka, amit elvégeztek, az meg legyen jutalmazva. És ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy a közgyűlés nevében is itt legyünk minden olyan alkalomkor, amikor átadások, díjak, elismerések átadása történik, mert úgy gondolom, hogy a visszajelzés a sportban is nagyon fontos, hiszen rengeteg munkát tettek bele, labdarúgás területén is, és azt hiszem, hogy azért az mindig különleges érzés, amikor az a visszajelzés a szakmai szervezetektől is visszajön egy játékos, egy szakvezető felé, hogy valóban az a lendületes, lelkiismeretes hozzáállás, amely a sportot jellemzi, amellyel úgy közösséget kovácsolnak, kis településeken, városokban, vagy akár itt a vármegyeszékhelyen, az elismerésre kerül. A megye, vagy most már vármegye labdarúgásáért elismerést vehet, tehát ezen a rendezvény. Ha röviden össze lehet foglalni, bár több évtizedet nehéz, mi miatt tartották érdemesnek erre az elismerésre? Hát én megmondom őszintén, nem tudom. Nagyon jól esett a jelölés, mikor megtudtam, leültem. Tényleg a szívemet megmelegítette. Nagyon jól esett, hát tényleg évtizedek óta tevékenykedek a labdarúgásba. Azt szoktam mondani, én a vidéki falusi labdarúgás közkatonája vagyok. Mi mindent csinált ez alatt a több évtized alatt? Nehéz kérdés, így nem is tudok egy mondattal válaszolni. Hát szerveztem a nagypályás, kispályás focit, meg még most is azt csinálom. Hát nem voltam, azt mondták a falunbeliek, hogy focizni szerettem, sakkozni tudtam, de az a lényeg, hogy mindig igyekeztem olyan kis településeken is focit csinálni. Most is szervezünk kispályán, nagypályán, mindig jövünk, megyünk, mert azt gondolom, és azt üzenem innen a fiataloknak, meg idősebbeknek is, ezt a csodatos játékot nem szabad abbahagyni. Ezt mindig csinálni kell a focit. Tiszacsécsejtől Fehérromatig minden faluba fociztam a járásba, és pici településeken is igyekeztem futballt szervezni, mert az az emberiség nagy játéka. Tapasztalatból mondom, hogy valamikor a 70-es években az volt a nehéz egy edző számára, hogy kimaradjon otthon, mondjuk, ha egy falusi csapat elutazott egy másik faluba, most talán más a probléma. Mi a legnehezebb abban, hogy összeállítsanak egy csapatot egy kis településen? Hát ez egy nagyon érdekes fejvetés, látszik, hogy ismeri a vidéki labdarúgás, mert manapság az a baj, hogy nehéz a fiatalságot oda csábítani. Egy öreg fiúk meccset könnyebb összeszedni, mint a fiatalokat, azért, mert a fiatalság a telefon érdekli, a film érdekli, elviszi sok különböző dolog más irányba. Ahogy a baládi roma barátaink mondták, hogy ugye a magyar futball átélt két világháborút, átélt 56-ot a rendszerváltás, de a Facebookkal nem bírna, itt van a baj. Most nagyon nehéz a falusi edzőknek a dolga. Amíg gyerekek elmennek focizni, azok meg azt hiszik, hogy mint Maradona. Ugye megsejtődik, ha kispadra ül, és ugye ezt a tudás is helyre kéne tenni, mert azt mondta Stephen Hawking, az angol tudós, hogy nem a nem tudás a bűn, hanem a tudás illúziója. És sajnos most nagyon sok gyereknél az illúziója van a foci tudásnak. Több mint 2000 futottak a nyuszival nagypinteken, a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban. A 31. alkalommal megrendezett nyuszifutáson a hagyományokhoz híven 400 métert teljesítettek a résztvevők.
Már a regisztrációnál látni lehetett, hogy nagyon sokan választották nagypénteken délelőtti programként a nyuszi futást. Az állatfigurák által vezényelt közös bemelegítésnél megtelt a színpad előtti terület. Természetesen a gyerekek voltak többségben, de minden korosztály képviseltette magát. Fantasztikus tömeg érkezett erre a rendezvény, hiszen tavaly 2000 résztvevője volt az eseménynek, most is bőven szerintem túl fogjuk szárnyalni, ezt folyamatosan jönnek a résztvevők, és a rendezvény szervező számára, hiszen a Nyíregyházi Sportcentrum szervezi az eseményt, hogy ez fantasztikusan nagy dolog, tehát én abba bízom, hogy mindenki jól fogja érezni magát ezen az eseményen is, hiszen mindent elkövetünk annak érdekében, hogy kellemes szájízzel távozzon majd a résztvevői családok érkeztek, tehát van olyan család, aki 4 fővel is érkezett. Gyakorlatilag a versenyszámok azok a 400 méter, hovisoknak, alsósoknak, felsősöknek és a családi futás, ahol aztán meg fogják tölteni zárásképpen majd a rekordtán szerintem teljesen körbe. De itt van egy újdonságként egy játszóház a kisebbeknek, itt van az ugrálóvár, itt van Pancsi Bohóc, aki több száz lufit fog megkötni ezen a rendezvényen, és hát itt van az igen népszerű sztárvendég, az ST22 Lacika, több mint kamionos. El kell, hogy mondjam azt, hogy Kecskemétről érkezett egy nagy család hozzá, aki követője a YouTube-on, és nagyon népszerű, hiszen csináltunk neki egy kivágott kamiont a saját kamionjából, és ott lehet szelfizni. Felkészülni! Rajt! Voltak, akik először léptek az atlétikai centrum szabadtéri rekordtányjára, de mint a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője elmondta, a szabadidős sportolók rendszeres látogatói a tiszavasvári úti létesítménynek. Ez a pálya is nyitott természetesen, ahogy Nyíregyházán már megszokhattuk, hogy rengeteg sportpálya, amit a város a sportcentrummal együtt közösen felépített és létrehozott, mindenki számára elérhető, és ez egy nagyon fontos város stratégiai és sportstratégiai kérdés is. A nyíregyházi kosársuli edzője Farkasinszki Orsolya 2 gyerekével rendszeres résztvevője a húsvét előtti rendezvénynek. Nagy mozgásigényük van, Bruno már több sportágra jár egyébként pontosan ezért, de azért a húga is követi nagyon sok mindenben, úgyhogy elég nagy a terület, reméljük, hogy egy kicsit elfáradnak és lesz déli alvás. Ugye hétfőn locsolkodás, esetleg Bruno meg locsolóba eset elmondana nekünk? Természetesen. Tapsi füles nyuszikának nagyon sok a dolga. Piros tojás, hímes tojás, szerte széjjel hagyja. Hagyja csak nyuszikám, kéket is, tarkát is, locsolásért, kosaramba, belefér még 100 is. A résztvevők az ovisoktól kezdve a családi futással bezárólag egy kört, azaz 400 métert teljesítettek. Mindenki kapott érmet, a leggyorsabbak pedig egy serleget is hazavihettek az idei nyuszi futás emlékére. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.